Elindult a próbaüzem. 93%-os készültségben áll a 16 km hosszú ikervezeték kiépítésének projektje, amely a keleti főcsatorna felszíni ivóvíztisztító és Debrecen első számú vízműve között húzódik. Pataki Zoltán, a Tiszamenti Regionális Vízművek főmérnöke azt mondta, az okos távvezeték kapcsán meg kell határozni, hogy mi oldható meg mesterséges intelligenciával és vezérléssel, illetve mi az, ami csak felügyelettel. Innentől kezdve indul a finom hangolás, ahogy szoktuk mondani mérnök nyelven. Tehát az, hogy minden üzemállapotot, minden szélsőséget figyelembe vegyünk, az irányítástechnika, a vezérlés és minden tekintetében ilyenkor kell észnél lenni, és friss aggyal újra lendületet kapni. A 17 milliárd forintból megvalósuló fejlesztés célja a Debrecen vízellátásában jelentős szerepet betöltő felszín alatti vízbázis védelme. Az eseményen elhangzott, ipari célra elsősorban a felszíni vizet használják majd fel. Pap László polgármester kiemelte, a város rétegvizei biztonságban vannak. Most Debrecen egy olyan fázisát éli fejlődési folyamatainak, amikor egy átalakulás jellemzi. Most gyakorlatilag teremtjük meg azokat az alapinfrastruktúrális feltételeket, amelyek a 21. század Debrecenének a kiszolgálását teszik lehetővé. Legyen szó közlekedésről, gazdaságról, vizes infrastruktúráról. A beruházás majdnem megduplázza az eddigi kapacitási lehetőségeket. Napi 30 ezerről 54 ezer köbméterre növekedhet az a vízmennyiség, ami a debreceni ellátórendszerbe kerül. A távvezeték korszerűsítés kapcsán kiemelték az előrelátó gondolkodás fontosságát. Szeretném, hogyha az a jó szakmai együttgondolkodás, tervezés, ami a debreceni vízmű, a TRV, megyei vízmű, meg általában a felelősség között ott az megmaradna, mi mindenképpen ezen leszünk. A korszerűsítés az ivóvíz minőségének javítását és az ellátás biztonságát segíti elő.